Az előadásaimon fontosnak tartom általában azt, hogy elmeséljem az embereknek azt is, hogyha meg akarjuk érteni egymást, akkor az mérhetetlenül fontos, hogy megismerjük egymás élettörténetét. Az élettörténet az olyan, mint az életmesénk. Mindezt, amit átéltünk, jót és rosszat, a saját érzelmeinken keresztül, mérhetetlenül fontos tapasztalatot és tanulságokat hordoz össze. Amennyiben megosztjuk egymással az élettörténetünket, nagyon sokat és sokszor tudunk egymástól olyan dolgot megtanulni, amire a mesék is tanítanak bennünket. Amikor a népmese világnapja van, akkor mindig nagyon fontos arra megemlékezni, hogy vajon amikor kisgyerekek voltunk, miért volt annyira fontos a mese történet az életünkben? Hát talán azért, mert az volt az első kút, amiből meríthettünk az életről. Éppen ezért egy nagyon különleges mese szereplőt hívtam ma segítségül, hogy egy kicsit együtt gondolkozzunk, aki nagyon különleges művészi szakmákat választott, mert hol a színházba szerepel, hol az újságírással foglalkozik, hol vőfékedik, vagy ceremóniamesterségként is űzi ezeket a szakmákat, illetve fiataloknak is nagyon komoly segítője. Meg fogják látni, mesésen különleges személyiség ő, van benne valami olyan különlegesség a szívébe, amire mindig rácsodálkozok, hogy milyen jó, hogy vannak emberek, akik fölött, ha telik az idő, akkor nem az egoizmus növekszik, hanem az alázat és a másik ember tisztelete. Ezt önök is hamarosan érezni fogják, hiszen a mese is pont erre tanít. Tanuljunk meg újra együtt alázatosak lenni, és fogadjuk be egymás élettörténetet úgy, hogy merjünk egymástól közösen is tanulni. No, tartsanak velem, nézzük csak ki is. Bence, nagyon-nagyon különleges szakmákat választottál, bár amennyire emlékszem, fiatal voltál, mikor mi megismerkedtünk. Nem, mintha most nem lennél, de hogy tinédzser korodban azért így voltak nagy álmaid, nagy terveid, és aztán a színészi pályát, újságírói pályát választottad, illetve vőfét, ceremónia mester, csupa izgalmas dolog. Szóval így most, hogy a népmese napja körül vagyunk, arra gondoltam, hogy téged hívnálak meg beszélgetni, mert hogy te vagy az, aki mesésé varázsolod az embereknek azon ünnepét, ami hát valljuk be őszintén a nőnek is, meg a férfinak is életre szóló ünnepség, egy esküvő, egy házasság. Hogy kezdődött ez az életedbe, hogy ezekre a szakmákra találtál? A színház az már mindig is szerettem szerepelni, és egyszerűen csak meghívtak egy darabba játszani, és akkor az úgy alakult. Mi volt az első szereped? Az első szerepem egy saját színdarabot írtunk, és annak az volt a neve, hogy Vakond. Aha. Egy srác, aki kicsit esetlen, kicsit toporog, de aztán mégis célba ér. Aha. És hát aztán voltak olyan szerepek, amik ismertebbek, például Raoul Wallenberg életéről írtunk egy darabot, vagy Nyomorultakat játszottunk, úgyhogy aztán jöttek a jobb szerepek, vagy az ismertebb szerepek. Igen. De végül is a színházból alakult ki a vőfészség is. Uh-huh. Tehát, hogy ez így minden összekapcsolódik mindennel. Igen. És nálam is így van, hogy az egyik színész kollégám, akivel egyszer játszottam egy darabba, egy idősebb úr, ő mondta, hogy ő már nagyon régóta vőfély, és hogy így szerintem nekem ez jól állna. Uh-huh. És hogy próbáljam ki. Uh-huh. És akkor elgondolkoztam, hogy ez jó lehet, mert szeretek bulizni, szeretek nevettetni, szeretek. Tehát az egészet így ott érzem magam ebbe az egészbe, és akkor mondtam neki, hogy jó, akkor elkísértem egy-két munkájára, és utána jött így magától minden. Aha, úgy alakult, már fűződött a mesetörténeted. Ez 5 éve. 5 éve van. 5 éve. Hát azóta, amit látok így a közösségi oldalad, ahogy folyamatosan hívnak esküvőkre, különböző ceremóniákra, hogy egy picit alakítsuk már ki annak a foganatját, hogy mi a különbség a vőfészség, ceremóniamester között, jó? Tehát, hogy melyikben egyrészt hogy jelensz meg, másrészt mire figyelsz, harmadrészt mi a különbség a kettő között? A vőfé az tényleg egy... ha lehet mondani, hogy egy ős-magyar szakma, igen, hivatás, igen, az nagyon magyar, nagyon sok magyaros elem van benne, és ez az ősibb. A ceremóniamester az inkább szerintem nyugatról bejött dolog már, amikor mostában ez kezd divatos lenni, a párok azt kérik, hogy
inkább ceremóniamester legyek, és ne bőfély, mert ceremóniamesterként csak az alkalmat vezetem le, tényleg nem csak mást, az alkalmat levezetem, néhány kis játékot azért szervezek, de nem ennyi. Tehát adsz egy ilyen keretet, és azt kíséred, hogy rendbe zajlódjanak a dolgok. Aha. Igen. A vőfély meg sokkal színesebb, ott vannak kisebb versek, játékok, több humor, több kujongatás. Viszont ott is figyelni kell arra, hogy ne én legyek a főszereplő nyilván, de hogy ott azért, kicsit jobban megjelenek. Aha. Úgyhogy mostanában ilyen fele-fele arányban, tehát van, aki azt kéri, hogy ilyen ruhában menjek, de ceremóniamester legyek. Aha. Ez ilyen is van, aki így a kettőt ötvözi. Értem. De, mert hogy ez ilyen nagyon jellegzetes, igen, és mikor vártalak az interjúra, nagyon jó volt látni, ahogy így megjelentél. Igen. Szeretem is emlni ezt a ruhámat. Van nálad egy nagyon érdekes dolog. Ez mit takar? Ez a vőfély botom, és kérlek szépen minden pár, akinek az esküvőjén megjelentem, felköti ide emlékbe a kis szalagát nevével, aha, és évszámmal ellátva. Valaki még helyszínt is ír rá, ahol én voltam. Aha. Az a szívfájdalom, ami nem minden pár csinálja ezt meg, megkérem őket, de nem mindenki tudja ezt megtenni, elfelejtik, stb. De azért a legtöbb párnak most itt van a szalagja. Ilyen és ha jól látom, egy nagyon egyedi botot tart a szalatta. Fektessük egy picit le? Aha. Már úgy, hogy maradhat az öletbe. Igen. Ez egy faragott bot. Te faragtad? Nem én faragtam, de egy kifaragott szép bot. Ez is egy kicsit a magyar népiességnek a magyar népiességet sugallja. Mesébe illő, és képzeld el, hogy ahogy ezt megláttam a kezedbe, eszembe jutott, hogy nekem is van egy ilyen botom, amit az én édesapám faragott egy kirándulás kapcsán, mikor egy erdélyi havasokba voltunk, és ő ezt személyesen csinált, és nekem ez ilyen életkísérő ez a bot. És pont azon gondolkodtam, hogy vajon hány embernek van ilyen faragott botja, mert hogy milyen sokat jelentene, hogyha nem csak a szakmádhoz kísérne, hanem más embert is a saját életmese útján. Hát akkor ez rengeteg emléket tartogat számodra, érzelmeket, átéléseket. Igen. Volt olyan sztori, amikor így kellemetlenül alakult valami, vagy kínosan, vagy nem úgy sült el? Hát főleg az elején, mikor még tapasztalatlan voltam, és elmentem egy olyan lakziba, ahol Magyarország azon része, ahol nagyon szeretik az alkoholt fogyasztani. Aha. És úgy fogadtak, hogy rögtön, fiúram, egy kis tárta teát igyon, 72%-os alkohol. Az nem kevés. Nem? És akkor így iszogattunk, és hát ott megtapasztaltam azt, hogy vőfényként azért vigyázom ki az alkohollal. Aha. Tehát most már van egy olyan szabály, hogy én csak éjfél után, ez a kocintani kocintok a párral, még az elején, de utána nem iszom egyáltalán, éjfél után meg más szívesen kocintok az egész NASZ néppel, de míg dolgozom, addig nem. Igen. De rengeteg sztori van, szóval tényleg ahány pár annyiféle történet is. Mi az, ami ilyen kiemelkedően kedves emlék számodra például? Nyilván sok van, csak hogy egyet-kettőt most, ha így megemlíthetnél. Hú. Nézem hozzá párok nevét, mert arról fog eszembe jutni, hogy amúgy igen, nagyon színes. Nyilván mindegyiken van valami, igen, persze. Igen, amúgy azért is, mert tehát, hogy minden párnak más a színe, és akkor a mennyasszony szokta általában adni, a saját színükhöz való szalagot adnak. Aha. Kedves történet. Én olyan vőfély vagyok, aki nem egy álljegyzék szerint dolgozom. Igen. Tehát nincs egy olyanom, hogy én ennyiért és ennyiért vállalom, hanem minden párral leülök beszélgetni. Igen. És aztán ahogy látom, hogy a pár mennyire képes, annyi pénzt kérek. Igen. Megbeszélem velük, hogy mennyit tudnak adni. Tehát emberségesen. Próbálok így, és mert én szeretem is ezt a hivatást, szóval nem akarom úgy elvállalni, hogy csak pénzért, hanem valamikor úgy vállalom el, hogy nagyon kevés pénzért is. Igen. És volt ilyen pár már, akik nagyon szegényesek voltak, vagy nem is tehették volna meg azt, hogy hívjanak vőfét, és eleve nagyon félénken is írtak rám, hogy már pár vőféjjel beszéltek, és hát... Nem tudják megengedni. Igen, elég bossa áron dolgozunk, de hogy rólam hallottak olyasmit, hogy én engedékenyebben vagyok, és akkor leültünk beszélgetni, és
Hát tényleg látszott rajtuk, hogy nem bírják megengedni maguknak, de mondtam, hogy én elvállalom. És ott azon az esküvőn, Lagziban volt az, amikor a pár annyira hálás volt, hogy én eljöttem és elvállaltam, hogy így egyszer csak így körülöleltek, és el sem akartak engedni, és akkor így a mennyasszonynak így a könnye, így a sminkével együtt folyt a nyakamba. Az egy nagyon megható pillanat volt, és akkor így éreztem azt, hogy tényleg érdemes ezt csinálni, és hogy igazából, ha csak pénzért csinálom, az motiválna, hogy pénzért csináljam, akkor nem is tudnám, hogy szívelélekkel, így viszont tényleg tudom szívelélekkel, hogy így nem. Nyilván fontos a pénz, tehát nekem ez most jelenleg, ez a vőfélség a fő hivatásom. Igen. Most kb. Egy hónapja egyébként, szóval előtte volt egy másik munkám is, de most nincs. Úgyhogy most még fontosabb az, hogy ezzel elkezdtek keresek is pénzt, de pont most készülök egy olyan lakziba, ahol szintén egy nagyon érdekes történet, hogy a pár már együtt él 20 pár éve, de még nem házasok, és most össze akarnak házasodni. És ők egy cigány pár, és meghívtak, de ők is nagyon kevés pénzt tudnak adni, viszont hát izgatottan készülök erre az alkalomra. Igen. Tehát egy szolgálatnak is tekinted alapvetően az életedbe. Mert ugye akárhogy is nézzük, nagyon-nagyon, tehát a mai trendek alapján, ahogy így szervezik az esküvőket, mindegy ünnepséget, hát nagyon sok stresszel jár együtt, általában a pároktól ezt szoktuk hallani, és az, hogy valakiben ott bízhatnak, valakire rábízhatják keretek tartását, a humornak a fenntartását, ugye ennek a fontos dolgoknak a megtörténését, ez egy komoly segítői hivatás is innentől kezdve. Igen. Hogy neked vannak ilyen csomópontjaid, amit így alkalmazol közben, hogy így mondasz egy rigmust, vagy egy szólásmondást, vagy humorkeltés, hogy ez hogy történik? Ugye nekem ebben nincs tapasztaltam, csak amiket láttam eddig egy pár esküvön. Ezért is kérdezlek. Ma már a mi hivatásunk kicsit átment esküvőszervezésbe is. Igen. Mi ma már úgy van, hogy együtt szervezzük a párral az esküvőt. Tehát megkeresnek engem, jó esetben reméljük, megkeresnek egy fél évvel korábban. Igen. És akkor leülök a párral, megbeszéljük, mit szeretnének, mi a vágyuk. Én mondok egy csomó tapasztalatomat, tanácsomat, és együtt szervezzük ezért. Én már benne vagyok a kezdeteknél is az egészben, és tudom azt, hogy mert minden esküvő más, igazából nagyon nehéz csomó pontokat kiválasztani, mert mindenki más szeretne. Itt főleg mondjuk a mennyasszonyok a kényes pont, ők aztán nekik megvan a fejükben már kiskránykoruktól kezdve, hogy mit szeretnének. Komolyan? Tehát a mesék alapján már akár így mondhatjuk a népmese napja közelettével, hogy kialakul, hogy milyen mennyegzőt szeretnének. Múltkor az egyik, legutóbb az egyik mennyasszony azt mondta, hogy 5 éves kor óta ott van a fejébe, mert nem hajlandó eltérni, 5 éves kor óta tudja, milyen ruhát szeretne, milyen ceremóniát, mindent, úgyhogy ilyenkor azért tisztelettel, de finoman azért kell utalni dolgokra, hogy az élethez mégiscsak jobb. Na és akkor, mikor ott vagyunk a Lagziban, akkor nekem van egy kis puskám is, amiből puskázom, de kötöm hozzájuk is a dolgokat, és igyekszem rájuk is szabni az egész esküvőt, tehát azért kikérdezem, hogy honnan jöttek, milyen családból, hogy mit szeretnének, mi az ő vágyuk, és akkor rájuk nézek, és tudom, hogy ők, náluk most ez jön. Aha. Sokszor van olyan is, hogy kifutunk a keretből, mert egy lagziban nem lehet olyan, hogy tak. Persze. Én még nem voltam ilyen lagziban, ahol ez volt. Uh-huh. Ezért tőlük is kerugalmasság, tőlem is kerugalmasság, és akkor olyan is van, hogy csak összenézünk a lagzi alatt, és látom a szemükből azt, hogy most ők arra vágynak, hogy most ez a játék jöjjön, vagy az a játék jöjjön. Aha. Vagy bólintanak, hogy most más szeretnének, és akkor... Aha. Milyen játékokat szoktál így bevetni? Amit gondolom, hát ezek vicces játékok, tehát ilyen humorkeltő játékok. Hát a legklasszikusabb az a cipős játék, vagy Mr. és Mrs. játék. Aha. Egymásnak hátalul a pár, és akkor kérdések hangoznak el róluk, és a cipőjükkel válaszolnak, hogy kire mi illik, mi illik rájuk. Tehát a női és a férfi cipő megemelésével. Igen. Aha. Igen. Milyen más játékok vannak még? Nekem a kedvenc játékom mostanában az a mennyasszony rablásnál szokott lenni, mikor megkérek ez is egy nagyon alapos, előzetes munka kell hozzá, megkeresem a násznép közül a legelvetemültebb embert, aki mindenre képes, nagyon huncut, és őt megkérem. Ez elszánt. Igen, egy férfit. Megkérek, hogy ő legyen a bolond mennyasszony. Igen. És akkor elraboljuk a mennyasszonyt, és mikor megcsinálja a férje dolgokat, akkor behozzuk a bolond mennyasszonyt, és aztán vele kell táncolnia,
Aha. Vele kell kicsit fotózkodni, amit egy szerelmesek. A bolond mennyasszony, akit beöltöztettek mennyasszonynak. Igen, egy férfi beöltöztető mennyasszonynak. Kisminkelünk, ruhát adunk rá, és ehhez meg kell találni azt, hogy ki tudja ezt bevállalni. Aha. Úgy, ki tudja eljátszani ennek a szerepkörét, ugye, ahhoz, hogy jól süljön. Ezt nagyon szeretem, ezt nagyon szokta szeretni a násznép is, nagyon vicces szokott lenni. Aztán van olyan játék, amikor bevonjuk a násznépet, például van a projektoros játék, ezt csak így hívjuk, hogy ez is össze kell gyűjteni a násznépről, hogy honnan érkeztek, kik ők, mi a szakmájuk, és akkor a pár beáll a projektor elé, nem látja, mi van kiírva, és kérjük, hogy álljon föl, álljanak fel a szemüvegesek, álljanak fel a közgazdászok, és akkor a pár ki kell találni, kik álltak föl, milyen csoport állt föl. Aha. Ez is egy ilyen kicsit ilyen közös játék. Uh-huh. Rengeteg játék van. Ilyenkor te az összes játékod ott van a tarsolyodban, és akkor úgy veszed elő, vagy előre megbeszéled a párokkal, vagy hogy történik ez? Előre megbeszélem a párokkal, már csak azért is, mert minden pár más játékot szeret, és amúgy ott a Lagziban nem szeretnek meglepetéseket kapni ők, tehát ott már szeretnék tudni, hogy mire számítsanak. Uh-huh. És akkor van olyan játék, ami mondjuk őket nagyon érinti, akkor nyilván nem akarom őket zavarba hozni, tehát megbeszélem elő korábban. Aha. Volt olyan pár, aki azt mondta, hogy bármit. Rád bízza. Igen. Aha. Most legutóbb, most augusztusban volt egy olyan esküvő, ami nagyon szomorúra sikerült, mert a Lagzi előtt két héttel meghalt a mennyasszonynak mind az édesapja, mind az édesanyja. Hú. Elvitte őket az influenza. Uh-huh. És ott például azt kérték tőlem, tehát minden táncot, minden mókázást, minden vicces dolgot töröltünk, uh-huh. meg még gyászban voltak, viszont azt kérték, hogy legyenek játékok. Uh-huh. És akkor ott mivel nem volt már idő nagyon átbeszélni dolgokat, azt mondták, hogy bármilyen játék jöhet, ami azért méltóságot ad, de mégis van benne kis poén, és akkor ott kiválogattam pár játékot, de... Ez milyen nehéz lehetett neked is megélni, illetve igen. A párnak is. Ez volt a életem egyik legnehezebb Lagzia, szerintem eddig ilyen értelemben. Az volt nehéz, hogy te tudtad, hogy itt a gyász zajlik, és úgy kell igen. közben egy gyakorlatilag szórakoztató dolgot behozni? Vagy mi az, amit te átéltél így érzelmileg, mert ez nagy felelősség lehetett? Hát egyrészt az volt nehéz, hogy igen, tudtam a párral együtt, hogy a pár minden keresztül, és láttam a mennyasszonyon is, hogy mennyire fájdalmak dolgoznak benne. Mm. Sírva hívott föl többször is telefonon, és látom, hogy most mennyire tényleg szomorú, mennyire gyászol. Közben tudtam azt, hogy a NASZ névben biztos lesz olyan, aki mondjuk kicsit többet iszik a keleténél, és elkezd követelőzni, hogy azért pár poént hozzak, igen. és én nem hozhatok, mert ezt beszéltünk meg a párral. Igen. És az is nehéz volt, hogy én magam belőlem is jönne ez egy Lagziban, hogy... Úgy, ahogy szoktam igen, csinálni. Igen, az öröm, a vidámság, de most empatikusan együtt érzek a párral. Igen. És ez mind nehéz volt, és kicsit... igen, a Lagzi elején volt is bennem egy kis görcs, hogy most ez nagyon hogyne. Érzékeny terület, hogyne. És nagyon óvatosan kell lépkednem. Hogyne. De szerintem... Nem jól csak szerintem, a pár szerint is egy jó alkalom volt. Nagyon ritka a momentum az, hogy amikor az ember az élet egyik nagy ünnepségét készül megölni, hogy közben az a gyásznak a keretek között igen. zajlik, de én azt hiszem nem is nagyon hallottam még ilyenről. Hát igen. le a kalappal előtted, bár most rajtam nincs kalap, hogy amikor azt mondjuk, hogy te mesés pillanatokat okozol a párok életében, a munkáddal, szakmáddal, a hivatással, amit te is élvezel, és ezáltal élvezhetővé teszed ezeket a pillanatokat mindenki számára, mi volt a te gyerekkori kedvenc meséd? Az egy Disney mese volt. Igen. Most hirtelen nem is jut eszem a címe, de érdekes. De Dumbo. Dumbo. A Dumbo volt a kedvenc meséim. Igen, igen. Annyira volt a kedvenc meséim, hogy emlékszem, hogy a tükör előtt álltam nagyon sokáig, és próbáltam a fülemet. Komolyan? Igen, így húzogattam. Anyukám mindig ráütött a kezemre, hogy ne csináljam, de hogy így húzogattam a fülemet, hogy megnőjön olyan nagyon, mint Dumboé. Tehát Dumboval szereti azonossá igen, válni. Igen. Miért ismerő? Milyen volt a mesében? Hát ő egy nagyon szabad, repült. Aha. Repült, és ugye egy elefánt nem tud repülni, én mégis egy repülő elefánt volt, és én is vágytam rá, hogy én is repülhessek szabadon. Aha.
föl. Igen. És ezzel így a fizikai törvényeknek kicsit ellentmondja. Úgyhogy talán ez is lettem színész, meg ceremóniamester, ez is benne van. Igen, ő egy ilyen bűbájos szereplő volt, ugye, ha jól igen, emlékszem. Igen. Ilyen nagyon kedves, nagyon egy szerethető. Cirkuszi elefánt is volt. Na tessék, tehát a művészetnek is ott volt igen, az életében, igen. És te már így rajta keresztül próbáltad ezt a dolgot megvalósítani. Neked mik azok a pontok az életed, amikor azt érzed, mint Dumbo, amikor repül? Tehát vannak-e olyan, vagy milyen felemelő pillanatok vannak, amikor azt érzed, hogy na most jó repülni ebben a szabadságban? Nagyon szeretem a színházat. A színházban ezt a varást, mikor repülhetek, mikor a színpadon játszom, és egyszerűen eltűnik az, hogy én Muzsli Bizi Bence vagyok. Igen. És teljesen a szerep jön, és akkor a szerep repít. És mégis látom magam kívülről, ez nagyon érdekes, látom, hogy repülök. Szeretem a lagzikban azt a pillanatot, amikor az a varázs megtörténik, hogy a pár már együtt van, már házasok, és ünnepelünk, boldogok vagyunk, és egyszerűen csak látom rajtuk azt, hogy ők ebben az új kapcsolatukban mennyire együtt repülnek, és én is ott vagyok kísérőként, tényleg csak egy nagyon távolról kísérőként, de ott vagyok velük, és együtt örülünk annak, hogy sikerült nekik ez. Egymásra találtak, szerelmesek, boldogok, és egy új élet kezdődik. És van még egy harmadik dolog is, ami az életemben, amit nem mondtunk, de az is ott van, hogy én fiataloknak segítek az életükben. Ott állok mellettük, és amikor ez megtörténik, hogy egy fiatalnak tudok segíteni, mondjuk éppen egy függőségéből kiszabadulni, vagy éppen rá tud találni a párjára, vagy át tud lépni a saját korlátain, akkor is vele együtt szeretek repülni. Tehát én olyankor érzem magam jól, amikor érzem azt, hogy együtt tudok valakikkel szárnyalni ebben a dologban, ami nekik egy álmuk volt, és sikerült, és létrejött. Igen, hát ezek aztán igazi boldog pontok, látszik is a szemedben, ahogy csillog tőle, hogy ugye egy nagy családból származol, és soha nem felejtem el a te szüleitől, kérdeztem azt meg, hogy nekem 3 gyermekem van, és hogy lehet megtalálni ennyi gyerek között, meg ilyen nagy családban, hogy a kinek melyik zoknia van. És édesanyád volt az, aki egy ilyen egyszerű, praktikus tanácsot adott, és én utána azt alkalmaztam is, hogy ugye most felnőttként éled az életedet különállóan, hogy mi az a legkedvesebb emlék, amit így elmondhatunk a kamerák előtt, hogy amit egy ilyen nagy családban te megtapasztaltál, akár tinédzserként, gyerekként, tehát bármilyen életkorból hozhatod, mert hiszen néha időnként most is össze tudtok gyűlni, csak hát ugye már egy kicsit a világba, ugye azt hiszem távolabb is van, de hogy most meg már vannak gyerekek is, ugye unokák, szóval hogy elég sokan vagytok, de hogy ott, amikor ti még gyerekeskedtetek, és ha jól emlékszem, első szülöttként, ugye? Igen. Érkeztél a nagy családba. Mi a legkedvesebb élményed egy nagy család életéből? Ha most konkrét esetet, annyi minden van, nem tudok. Hát sok van, persze. De talán... Főleg úgy, hogy aktív életetet is éltetek. Érzések, tehát hogy az nekem mindenképpen egy biztonság, vagy egy jó dolog az, hogy sokan vagyunk, és igazából mai napig is tudunk egymásra támaszkodni, tehát mai napig is tudunk egymásnak segíteni. Az, hogy megtanultunk kommunikálni például. Nekem nem volt soha olyan gondom, vagy nincs olyan gondom, hogy valakivel nem tudnék beszélgetni, mert annyi félék voltunk, mi is testvérek. Igen, sok hogy típusú emberen szocializálódtatok. Igen, megtanultunk együtt, és... És sok olyan eset volt, amikor egymást rántottuk ki a bajból, amikor egymásnak tudtunk segíteni, amikor tényleg egymás életét is megmentettük. Például nekem, én nagyon, nagyon sokáig nem tudtam úszni, sokáig tanultam az úszást. És volt olyan, hogy bementünk egy tóba fürdeni, hogy gödrök is voltak, és akkor egyszer csak így elmerültem, és majdnem megfulladtam, és az egyik testvérem vitt ki a partra. Azt a begyárját. Úgyhogy ilyen is volt, ez is, de rengeteg ilyen történet van, persze. Amikor így tudunk egymáson segíteni, és azt gondolom, már maga az, hogy ilyen sokan voltunk, annak amúgy van hátránya is, de az előnye az az, hogy tényleg
megtanultunk empatikusan gondolkozni, sokkal könnyebben tudunk adni, szerintem, mert tényleg így mindig is adtunk egymásnak, meg közös játékaink voltak, mit csináltuk a játékainkat, szóval ezek mind egy jó, az életben egy jó útra való. Aha. Hát ugye olyan szép azt látni, hogy ugye a szüleid az a missziójuk, hogy párokat segítenek, igen, édes párokat és házasságokat, igen, és valahol a tiéd is. Igen, csak máshogy segítitek ugye ezeket a nagyon fontos pillanatokat az életeinkben. Hogyha így a közeljövőbe, távoljövőbe terveznél, mi az, ami álommunka lenne, álomszerep, ami úgy szeretnéd, hogy úgy létrejön, megvalósuljon az életedbe 10-15 éven belül mondjuk. Tehát akár a színészi szakmádra gondolok, akár az újságíróira, akár a vőfélceremónia mesterségre, akár a fiatalokat segítő tevékenységedre. Mindig ott van bennem az, amit így hallok sok tanácsadomtól, hogy kéne választanom már egyet sok közül. Miért? Amiben egy jobban belefekszek. Kicsit sok szertágozom, amit csinálok, és tényleg... Tehát ilyen a művészet. Igen, igen. És művésznek lenni ezt jelenti? Igen, igen, aha, igen. De... Aha. Szóval én tényleg azt érzem, hogy minden hivatásom összekapcsolódik, egybe kapcsolódik. Abszolút. És hogy olyan, mint egy kalács, amit édesanyád, igen, is tudott sütni régen. Igen, igen, igen. Úgyhogy igazából én, amit most csinálok, az nekem az álom. Aha. Én nagyon szeretem, tényleg. Uh-huh. És én így képzelem magam 20 év múlva is akár. Szóval csak sok a profiban. Nyilván egyre többet, aha, és többet tanulok. Uh-huh. Érdekes, mindegyik hivatásom olyan hivatás, amit folyamatosan tanulni kell, uh-huh, amit folyamatosan palírozni kell magam. Az újságírás is ilyen, uh-huh, a színészet is ilyen, vőfékedés, szeremoniamesterkedés is ilyen, és ilyen a fiatalkorú munka is, hogy mindig újra és újra tanulnom kell, uh-huh, és ez nekem, ameddig nem fogok ebbe belefáradni, addig uh-huh, szeretem, és tényleg ebbe, mint a hal a vízben, vagy mint dumbó a levegőben, tényleg szárnyalok, szóval nekem úgy nincs úgy nagy vágyam. Talán az vágyam, de ez ilyen emberi földhöz ragadt vágy, hogy ezekből meg tudjak élni. Tehát ez, igen, persze, tehát hát az úgy tudja az ember hivatás szerint. Igen, igen, mert most ezek közül több mint a fele önkéntesség, ami mindig is fontos volt az életedben, mert gyerekkorod óta végzed az önkéntes, igen, munkáidat. Igen. Hát mi azt kívánjuk neked, hogy mindaz, ami a te hivatásod, és ami a te feladatod, ami a te missionod, az így bekövetkezzen. És nagyon jó volt hallani azt az alázatot, és azt a szeretetet, ami benned lakozik, mert én hiszek abban, hogy az ember itt a földi élete folyamán az élete végig fejlődik. És fontos célkitűzésünk is, hogy fejlesszük önmagunkat minden területen. És jó azt látni, hogy vannak emberek, akik fölött, ha telik az idő és tapasztalatokat gyűjtenek, akkor nem az ego az, ami előjáróban megjelenik, hanem az az alázat, ami ott a szívedben is van. Úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok áldást kívánok az utadra, és nagyon sok mesés pillanatot. Köszönöm. És a népmesékből varázsolt be az emberek életébe azt a szépséget, ezt az örömöt, mert jó lenne látni, hogy sok-sok történet happy end-el végződik. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm.